Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. A választ erre a kérdésre megadja az eremit, mert az látható itt ezen a felső kártyán. Az eremit visszahúzódó. Az lehet, hogy ő most magába fordul és várakoztat téged, de az is lehet, hogy vannak ötletei, tervei, de ezt nem mutatja kifele, mert először még el kellene gondolkoznia azon, hogy ez tényleg megvalósulhat-e. Ez a kártya azt is jelentheti, hogy vár arra, hogy te jelentkezz nála. Vagy, amit még jelenthet másokkal kapcsolatban, hogy ő most inkább a háttérben marad. És a következő kártya mutatja azt, hogy mik az érzelmei, tehát mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Ezen a kártyán látunk egy fiatal férfit. Az lehet, hogy ő úgy érzi magát, itt megújulásokról lesz szó, vagy az a kívánsága, hogy meglegyen ez a fiatalos külseje, fellépése. Amit ez a kártya még szimbolizál, azok az újdonságok, egy új életterület, vagy valami, amit még meg kellene, hogy ismerjen. Hogy miről van szó, azt mutatja ez a fiatal fiú a kezében ezzel az arany kehellyel. Ez az arany kehely szimbolizálja a víz elemét, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Ő tanul most valamit, megismerkedik valamivel, mégpedig itt arról van szó, hogy tudná kimutatni az érzelmeit. És mivel az eremit arra utalt, hogy ő most visszahúzódó, először is szeretné ezt úgy magában rendezni, mielőtt lépéseket tesz, és pontosan az, amit mi most megtekintünk, mit közöl veled. Mielőtt mondanám azt, hogy mit közöl ő veled, én is szeretnék közölni valamit. Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást álnéven, a díjam 3500 forint. És most megnézzük, az mi látható itt ezen a képen, itt minden a feje tetejére állt, és ő elveszíti a talajt a lába alól. De ezt a képet meg lehet fordítani, és akkor minden más kép látható. Nos, így már másképp látszanak a dolgok. Megvan ez az elegáns mozgás, és a lába megérinti a talajt. Az lehet, hogy neki kellene valamit másképp megtekinteni, erre te felhívhatod a figyelmét. Persze az is lehet, hogy ő kicsit olyan csavaros eszű, és megpróbálja kifordítani a szavaidat. Mert lehet, hogy történt valami a múltban, és te felhívtad a figyelmét arra, hogy mennyire jól esne neked, ha ő nyitottabb lenne, és kimutatná az érzelmeit. Ő tanul ebből valamit, hiszen a második kártyán látható, hogy a kezébe veszi ezt az arany kelyhet, ami tényleg érzelmekre utal, és ő tenni fog ennek érdekében valamit, de bizonytalan. És ezért ő most visszahúzódó. Úgy tesz, minthogyha nála problémák lennének, minthogyha elveszíteni a talajt a lába alól,
és ezzel azt akarja elérni, hogy a múltban történt beszélgetésekről ne legyen most szó, hanem légy megértő vele szemben vagy a problémái miatt. És most megtekintjük a napi kártyát, ami segíthet ebben a helyzetben. Ez a hajó utal utazásra, külföldi kapcsolatokra. Lehet, hogy tervez veled együtt egy nyaralást. Ez az utazás, ez az út lehet egy belső út is, és utal egy lelki kapcsolatra kettőtök között. Ha ez így van, akkor megvan egy ilyen telepátikus kapcsolat. Ha te gondolsz rá, ő érez téged, vagy ha ő gondol rád, te is érzed az ő energiáját, vagy előfordulhat, hogy álmodik rólad. Ez is egy lelki üzenet, és ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!